Sziasztok, Zozóka vagyok. Folytattam a Witcher 3 végigjátszást. Mielőtt még elmenik a dolgomra, van fél órám. És hát választanom kellett, hogy a ti hozzászólásaitok válaszolok, vagy pedig játszok a Witcher 3-mal. Hát igen, gyarló ember vagyok, és inkább a Witcher 3-at választottam. Bocsánat. Így van, még mindig ezt csináljuk, ugye? Ahogy én... mondtam, hogy lehetőleg minél később akarom majd a story módot folytatni, és ezt a területet minél jobban felfedezni, és bizony fedeztem is föl jó területeket, illetve vannak azok a mellék feladatok még plusz, amik ugye nem kimondottan. Úristen, ó, de jó. Itt így meglepődök mindig ugye, hogy tök jó néz ki. Hó, megcsinálni ezt a küldit, aki... A világtérképen most mi van itt bejelölve nekem? Hogy oda megyek? Hát most nem fogok oda menni, hanem megcsinálok azt a küldetést, amikor itt a csatamezőre kell menni. Legalábbis megpróbáljuk, bocsánat, megpróbáljuk megcsinálni, mert én attól félek, hogy lehet, hogy ez pont egy olyan mellékküldetés, amelyiknél... Értékes rakomány? Ütközetben eltűnt ő, lesz az. Igen, és akkor küldetés követése. Tehát, hogy én azért félek attól, hogy ott elég nehéz lesz. Mivel mégis ott egy harcmező, teli lesz szörnyel. Tehát durva lesz. Nagyon, nagyon durva. Én most megint ugye bekapcsoltam, ugye most reggel akkor a gépet. És játszok, és nagyon durva a grafikája. Nagyon, nagyon, nagyon szép. Nekem nagyon tetszik. Mint mondottam volt, persze észrevesztem a hibákat itt a nádfedélnél. Ami kimondottan nekem nem tetszik, de hát az ki nem kakálja le, basszus. Itt játszunk a játékkal, és gyönyörű azért, nagyon hangulatos. No mindegy, tehát megpróbálom megcsinálni ezt a küldetést. És egész igen, tehát egész jó így most az FPS. Kimondottan nagyon kellemes, szerintem nagyon stabil 30 FPS-ünk van. Lehet, hogy ezt ti a videóban nem látjátok, mert amikor kódolám át, ugye értelemszerűen a videót, az mintha javítana rajta, legalábbis, hogy most visszanéztem a videót. Ugye, most már lassan, akkor már föl van töltve. Hát, nekem ott még állítgatni kell, ugyanis, hát ilyen órás videókat veszek föl, tehát vagy az van, hogy 30-40 perces videók lesznek ténylegesen, nagyon szigorúan betartva, vagy pedig ugye a minőségen nekem egy kicsit ott még állítgatni kell, hogy ne legyen olyan nagyméretű a... Szörnyfészek? Nem, köszi. Nem akarunk szörnyfészket. Megcsinálják ezt a küldit mindenféleképpen. Nagyon remélem, hogy ez alatt a fél óra alatt meg tudom csinálni nektek. Oké. Farkaskoma. Zsüngönvenyege vagy micsoda, ezt meg nem is... Vagy kutya. Már inkább farkas, ugye. Nyuszi, védj meg, léci. Nyuszik? Óhó! Két nyuszi is van. Hát, ahogy nézem, ott a csatamező. Mi ez? Balissa. Őt már találtunk. Huszár. Itt van. Itt van nekünk a... Ja, hogy ő ugat. De jó. Ó, de jó. Már megijedtem, hogy más. Bocsánat, a biztonság kedvéért, igen, tehát mondtam, hogy azért nyomok mindig erre a gombra véletlenül, amikor ezt a menüt akarom hozni, mert ez teljesen más gombra van, itt a select gombon van most ez a főmenü. Oké, hát most már azért mondom azt, hogy ezek a mentések így elegek lesznek, mentsünk erre. És beszélgetünk, azért mentettem most, mert nem tudom, hogy a küldetés közben meg tudok-e menteni. His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. Okay. No offense, but many a soldier's dropped his shield, especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hassan will catch the scent and lead us to Bastion. Come on. Sooner we get this done, the better. Jaj, Gerád, ne akadékoskodj, légy szíves! Oké, feladataid... Nem minden esetben kötött...
kötőd, meg gondolom, konkrét helyszínhez, megesik, hogy csak a célpont hozzávetőleges helyét kapod meg egy nagyobb területen belül. Na jó van, hát akkor menjünk óvatosan. Én remélem, hogy csak annyi lesz a feladatunk, hogy itt átnézzük. De biztos, hogy nem csak annyi lesz a feladatunk, hanem jönnek itt a dögevők, ugye? Huszár! Olyan szép neved van, Huszár. Itt a Lilium. So many corpses. And the war just okay. Started. Kifosztás. Ne fosszunk ki hullákat, én a mondó vagyok. Ott itt van Lilium. Ugye, vagy ilyen kis fehér virágot mondott. Pillanat, nyomjuk meg a Witcher érzéket? Nem. Paci. Hopp. Mint valamit ott mutatott volna. De durva. Hopp, itt is van egy olyan pajzs. Meg itt is. Használjuk azért a Witcher érzékszervünket. Ugye az a baj, hogy kifosztás. Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! Mik vannak nálam? Igni. Igni van berakva. Ez az Huszár! Segíts Huszár! Gyönyörű kutya vagy. És szép neved van. Hoppá! Hoppá! Ugorjál Geralt, ugorjál, ugorjál! Ugorjál! Ja! Megnézzük azt srácok! Igen, és lehet harc közben akkor fecskézni, meg ilyeneket. Viszont őket kifosztjuk, legalábbis megnézzük, hogy ki tudunk-e nyerni belőle ugye összetevőket, ebből a gólokból. Nem tudom, hol van még gól. Ha nyomokat találsz, menj oda és vizsgáld meg, de mondjuk ez ugye... Ja, hogy ilyen, vagy ilyen pajzsot mondod? Mert ez is ilyen fehér virág. Ó, bocsánat, akkor én tévedtem, de jó. Hát én ugye azt hittem, hogy ez az, amit ő mond. Mondjuk az napocska, oké. Még mindig sem. Na jó, hát akkor menj, aztán nézzük meg ezeket a pajzsokat, mert igen, tehát... Lilium ugye az, ami a pajzsokon van szerintem. Ott is van. Itt van. Kifosztál? Nem, itt az pajzs benne van süppedve a földbe. Tehát lehet harc közben akkor mindent csinálni. Hát én nem tudom, hogy ennek örüljek, vagy ne örüljek. Lehet mondjuk persze ezt valamilyen szinten kiküszöbölni, hogy emelünk a nehézségi szinten, de én ezt egyelőre még nem teszem meg. Mert csirke vagyok. Vagy nyuszi. Nyuszi vagy McFly. Ugye őt néztük, ezt a pajzsot. Igen, azt hittem, hogy ez pedig, mondjuk jó, ez is lehetne virág, ha nagyon akarnák titeket megdumálni, hogy ugye, mondjuk ez már olyan lenne, hogy a Geralt lába nem büdös. Tudjátok. Oké, hát nem ilyen pajzsokat kell keresnünk. Jó lenne valami szisztémát kitalálni, és az alapján. Hopp. Hopp. Hop-hop! Miért? Küldetés frissítve, várjátok? Menj vissza segíteni! Itt mutat nekem valamit. Mit mond? Valamit mondott a gólokkal kapcsolatban, hogy azt akarod, hogyha valami izé, akkor itt valamit csinálni kell a gólokkal, ugye? Jól érzékeltem, amit mondott? Nézzük csak. Itt volt a kifosztás. De nagyon remélem, hogy ez nem egy, ez össze szerintem egy gól, okay. Igen. Igen.
Szerintem ezeket meg kell szüntetni. És ezt mondta. Méreg kivonat. Összes elvétele. Le is szűkíti nekünk most már a játék? Talán, hogy... Itt van, nézzétek csak. That him? No. Raper's son. Na, szegény. Come on, Hassar. Mit? Can you smell Bastion, boy? Ja, semmi. Ott van még egy pajzs, de... De, ott van még egy pajzs, bizony. That him? No. Raper's son. Oké. Okay. Come on, Hassar. Can you smell Bastion, boy? Ott van még pajzs. Na? Na? Vizsgálat? Nincs vizsgálat? Öt lehet, hogy már megvizsgáltuk akkor. És akkor azt eltünteti? Na nézzük tovább, srácok. Ez engem elég egész... Tehát nagyon szórakoztat ez a küldetés. Már csak azért is, mert igen, ugye... Itt vagyunk egy csatamezőn, és azért itt mindig azért ilyenkor elgondolkodok, hogy basszus, jobb ebből kimaradni az ilyen háborúkból, csatákból, mert... Az micsodi? Ja, hogy Husszárt jelzi nekünk. Jó, menjünk ide a kör közepe felé. Itt is van pajzs. Nem, semmit nem ad ott pajzs. Ó, basszus, jó lenne már megtalálni pedig. Hopp. Ja, őt néztük. Ő volt a szomszéd fia. Basszus, akkor srácok. Én szerintem egész jó. Ezt a kört szengem is szerintem egész jól bejártuk. Itt a körön belül. Nem látom azt, hogy lenne itt, tehát hogy a körön belül ne vettem volna bármit is észre, pajzsot, amihez nem mentem volna oda. És ugye nem jelent volna meg az, hogy kivizsgálás. Nézzük, mi az a nagyon... Ja, az növényzet, amit mutat, a gyógynövény. Jó, nézzük meg így. Kifosztás. Ott van egy pajzs. Nem ő sem. Szerintem őt is már átvizsgáltuk, basszus. Felfordított pajzs? Nem. Hát, srácok. Kifosztás. Pedig csak erre mutatja mindenféleképpen itt a sárga kört, és itt valamit akkor... Akkor itt nagyon valami el van dugva. Hopp, ott. Mutatja a pajzsot, basszus, de... Látjátok, tehát nem jelenik meg, hogy vizsgálat. Ajde. És őt megnéztem is, mert már igen, tehát ezt... Lehetett látni a holttestből. Na mindegy. Hopp, itt van még. Ilyen pajzs. Azt meg ugye nem akarom mondani, hogy ez az unalmas rész ki lesz vágva, mert a francia fog emlékezni gyerekek, hogy én itt pont ennél a videónál itt ugye ennyit... Tehát, hogy most itt keresgetni kell. Ó. Ott nézzük meg. Ott nem látok semmi pajzsot. Itt is van még egy ilyen pajzsos kifosztás. Remélem nem az van, hogy valami vágos itt ez a küldetés. Sajnos előfordulhat, de bízunk benne, hogy a fiúk kitettek magukért is. És hogy nincs meg benne. A szomszéd fia... Nem lehet, hogy itt együtt harcoltak, vagy valami? Tehát, hogy itt kéne keresni körülötte? Mondjuk már két szomszéd fia volt.
Na jó van. Ez így nem megy. Szedjük össze a maradék eszünket, ügyességünket. És... bízunk abban... Na. Az keresés volt, vagy hogy a hogy kifosztás? Nem csinál semmit. Hogy valami más felől közelítsük meg a kérdést. És lehet, hogy inkább az ilyen tereptárgyakhoz kellene oda mennünk. Ugye arra az is gondolok, hogy lehet, hogy felfordított pajzs. Kifosztás. És már kijöttünk megint a körből amúgy. Ajaj. Nézzük meg itt ezt a részt. Itt is már ez kívül esik a körön kívül. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek mi lesz a megoldása. Megint kijöttünk a körből. Basszus, körön belül mit nem veszek észre? Vizsgálat. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh, yeah. Bastian was big, broad-shouldered. This no. One seems smaller. Huszár fogszagot, légy szíves. Maybe it's the fire did that. Üdetés frissítve. Na, de jó. Gyerünk, Huszán. Még az is lehet, hogy él majd a testvére, csak sebesült. És lehet, hogy például ez egy pont egy olyan küldetés, hogyha ezt nem csináljuk meg hamar, akkor előbb-utóbb meghalt, tehát hogy a holttestét találjuk meg. Nézzük csak. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastian! Is he... has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to me side. And then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosin here found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. A blind man leading a cripple. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosin here. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Lyesha included. No, the Blacken stays here. Ó, basszus. Igen, itt megint ugye egy nagyon jó kis döntésünk van, hogy a fivérednek igaza van, túl kockázatos. És ez igaz is. De ugye most szerencsétlent, mivel ő emberséges volt, ugye, akkor őt hagyjuk sorsára. Ó, basszus. Nem. Persze a valóságban ki tudja ugye, hogy mit döntenék. Én most a játékban ezt döntöm. Bastian only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our pa's clothes, teach him to work the field, but that accent. Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward, and the gods protect you. Okay, Zoki. Ez így olyan gyönyörű néz. Ah, ti nem tudom. Gyönyörű. Tudunk még akárkivel is itt beszélni esetleg? Hát ki tudjuk fosztani ezt a akármicsodát. Azt szerintem most már nyugodtan talán megtehetjük.
kérdezd meg a vadászt. Jó, tehát megcsináltuk ezt a küldetést, szuper. Hát egy kicsit tényleg azért... Oké, el volt dugva. Ez igaz, de azért csak megoldottam kis keresgélés után. Tehát no problémo. És akkor megnézem azt, hogy mi ez? Fú, basszus szörnyfészek. Na, abban most már nem vágok bele, srácok. Hanem lehet, hogy én ezt oda elmegyek inkább. Ja, és bocsánat, még mentünk is egyet, ezt soha ne felejtsük el. Jól van. Hát most elmenjünk arra a helyszínre, nem tudom, hogy 20 perc. És nekem tényleg majd utána el kell mennem. És meg kell csinálni a dolgokat. tehát. Mondjuk elég veszélyes helyen bandukolunk. Tehát. Harc közben akkor így most mindent lecsinálni. Én nekem jobban tetszett volna az a erősebb nehézségi szint, hogy azt mondja, hogy pont, hogy harc közben nem mehetsz, és nem használhatsz italokat. Viszont harc után, ha meditálsz, tehát ugye nyugalom van, akkor visszatöltődik az életed. Nekem jobban tetszett volna ez a megoldás. Meg fogom azért nézni, szerintem biztos, mert lehet, hogy valami félrefordítás történt. Nekem ez tűnne a logikusnak, nem srácok? Na jó, mindegy. Kerüljük ki ezeket a büdös szörnyeket. Vagy ne? Basszus. Szörnyvadászok vagyunk. És ahogy az egyik újján ismerősöm mondaná, egy gyáva embernek nincs hazája. Menjünk egy kicsit. És... csatározzunk a golokkal! Oké, ugrás, félreugrás. Gyertek, büdös szörny, dögevők! Gyertek! Igen, gyere! Gyere, támadj, támadj! Arra várok, hogy támadj. Ez az. Ez hiba volt, kicsit messze lett elnyomva. Hopp. Nagyon jó ez a elugrás. Iszonyat jó. Ez az. Még van egy. Gyere te szemét. Nem megmondta anyuci, hogy ne egyél hullákat, mert egészségtelen. Ez az, szuper. Úgy gondolom, hogy egész jó voltam. Jól van, most. Aztán persze ugye az ember nem figyel oda, akkor már nyírták ezek a rohadékok. Ők micsodi? Kifosztás? Ő lesz az. Szörnyfű! Milyen hülyeségek vannak. Szörnyfű. Úgyis... Ó, itt van egy... Place of power. Should draw from it. Egy szörnyfélsztek, még aztán... Ó, basszus, van valami bombám? Valami bombám? Mit ír? Mékas, számom vagy táncoló csillag? Nem, bocsánat. Tehát... Mékas... Lehet, hogy mondjuk bombám nincs, csak tudok csinálni valami bombát. Fákja, almalé... Hát ha lesz, akkor... Én a fegyvereknél sejteném a bombát, de... Ezt felhasználhatok. Almalé... Rődbagoly, van rődbagolyunk is. Alkimiában biztos, hogy nem, te ott biztos, hogy nem.
Baba. Üvegcse. Én szerintem nincs bombám. Akkor viszont alkímia. Alkímia anyagok. Számom. Azt mondja, hogy tudok, tehát hogy kell, hogy jó, igen. Hogy, tehát hogy kell számom. Hogy az jó. Szuper. Tehát aki most már van bombám. Felszerelés. Ott van. Igen, akkor ide rakja be. És... Hely, kiválasztása. Oké, van bombám. Hogy tudom én azt kiválasztani? Igen, itt. Számom. És, és mivel dobom? Azt hiszem ezzel. Ez az. Ó, de hülye vagy, Zotya! Elmentettem? Nem, kettő van még. Júj, szörny. Itt van, basszus. Aj, nekidobtam a... Erőnek. Úristen, jó van, semmi gond. Oké, tárgyak újra töltése. Ó, és kettő szintet léptünk. Ez az. Jaj, de béna vagyok, gyerekek, neki dobtam annak a fütyinek. Jó, oké, ezt már mondjuk megszokhattuk. Kaptunk egy képzettségpontot, és kettes szintre léptünk. Nagyon durva. És el is értem azt a célt, amit ugye itt kitűztem magamnak. Sőt, ugye volt egy szörnyfészek is. Elég sokrétű kis ilyen feladatokat... Ja, kifosztás, bocsánat. Elég sokrétű feladatot kapunk itt szerintem a Witcher 3-ba. Amit ugye így elénk is rak a játék, nem kell keresni vagy valami, hanem menj oda, deríts fel azt a terepet, stb. Nem. Itt volt a nagy csata. Oké, fiúk, lányok, 27 perc van. Esetleg még ugye azt megnézzük ugye a videó végére, hogy akkor... Ó, nézzétek csak, szintet lépnünk, és akkor kaptam is egy helyet. Ami azt jelenti, hogy be tudom rakni ezt még pluszba. A hely kiválasztása. És akár tudnám őt fejleszteni is, mert van két elérhető pont. És... Na, de azért nézzük meg, hogy itt még mik vannak. Erre gondolok. Tehát jelek. Erősítsük szerintem a jelet. Mit is erősítsünk? Ahogy a Griffnél, az árgyjel a hatásos. De én még most egyelőre az Igni jelet akarom erősíteni. Ja, várjatok, és akkor azt nem tudom berakni? Ez most nem tudom, hogy megy. Képzettség megszerzése. Hogy vágjátok, hogy azt is ide be kell raknom? Mondjuk ott van egy ilyen hely. Egy mutagént tudok oda helyezni. Attól félek, ezt le tudom venni. Eltávolítás, le tudom venni. Oké, akkor semmi probléma. Akkor én az Ignit szeretném. Én az Ignit szeretném erősíteni. Képzettség megszerzése. És majd ugye, amikor már neki megyünk a Griffnek, akkor meg az árgyjelet is. Tehát képzettség megszerzése. Oké. Ő nem mondja azt, hogy ezt rakjam bele valahova is, jó? Tehát ezt szerintem akkor nem kell berakni sehova. Ja, de! Bocsánat, dehogy is nem. Akkor... harci transz. Akkor rakjuk ennek a helyére. Hát akkor mégiscsak... meg kell gondolni, hogy mit fejlesztünk. Van még egy elérhető pont. Tudom még az Ignit erősíteni. És tudom még ugye őt is. A gyors támadás. Nagyon sokat használtuk még a gyors támadást.
10%-kal nő és adrenalin pont gyarapodás 2, illetve a következő pont, bocsánat, azt kell nézni, vagy következő szint, 15%-kal nő és plusz 3, viszont az Igninél maradandóan csökken, ez, hát én azt mondom, hogy az Igni elet erősítsük. Képzettség fejlesztése. Igen, tehát ez igen, látszik, hogy itt is azért egy kicsit ezt megbolondították. Én nekem tetszik ez a rendszer. Egy kicsit sakkozni kell vele, egy kicsit meg kell gondolni, hogy pontosan akkor mit fejlesztek, és ugye akkor ezekre a helyekre kell berakni. Oké. Ez például micsoda lesz majd itt? Ja, hogy ha rakhatnék mutagén helyet, helyez ide egy mutagént az aktiváláshoz. Az a baj, hogy tényleg, valószínűleg, hogyha én berakok valami mutagént, akkor... akkor én attól félek, hogy azt már nem tudom innen kivenni, mivel egy volt ez a Witcherbe is, a Witcher 2-be is. Nézzük csak, hogy ki jelöli. Ja, meg amúgy sincs mutagénünk, tehát oké. Semmi probléma. Na, fiúk, lányok! Oké, kettes szintű lett Geralt! Ezáltal én is, mert úgy gondolom, hogy én is ugye Geralddal együtt tanulom a játékot. Egyre ügyesebb leszek, és ügyesebb, és még ügyesebb leszek, és a végén már olyan ügyes leszek, hogy bekerülök majd az újságokba, és az RTL klub kezik rólam, vagy mi riportot csinál velem. Ott nézzétek. Kipusztult a növényzet is. Nézzünk csak egy térképet. Látjátok, csak eddig megy a kurzor nekem, ha az egérrel megyek. Hát jó, mondjuk az eget értem szerint az bármeddig tudom mozgatni, akkor az hülyeség. De például ő csak ide egyik tudom mozgatni. Most megnézzük még így a végén. Rohadtul nincs kedvem elmenni meg abba hagyni a játékot. Megnézzük azt még esetleg, hogy irány... Elérted a világ végét, innen már csak sárkányok vannak, fordulj vissza. Aha! Aha, ott van egy erőhely. Így van, azt derítettük most föl. Oké, hát akkor visszafordulunk. Long track. Így. Visszafordulunk, és akkor gyerekek, itt lesz a videó vége. Hát ez egy 30 perces videó lesz. Igen. Majd még ez szerintem fog alakulni. Hogy úgyis szerintem ti is majd leírjátok, hogy ne legyen egy órás videó, mert nem tudom megnézni, vagy de legyen egy órás videó, mert akkor én beosztom magamnak, és akkor nézem, amikor akarom, abba hagyom, és akkor jaj, de jó, hogy egy órás videót raksz fel. Nem tudom, meg tudom oldani az egy órás videó felrakását, semmi probléma. Egy kicsit úgy néz ki, hogy nekem még a videókodás bitrát a minőségén ugye egy kicsit még le kell venni. Figyelni fogom azt, hogy ne romoljon nagyon a minőség. Értelemszerűen azért van az, hogy 1080p-be rögzítem most a Witcher 3-at, hogy mégis ugye valamilyen szinten minőséget nyújtsak ugye nektek, akik majd nézik ezt a videót, és nem akarom azzal lerontani, hogy mondjuk a bitrátát, ugye a kódolás bitrátát még nagyon alacsonyra rakom, mert akkor most ennyi. Na, mindegy, srácok. Megoldjuk. Oké. Most már van jó sok mentésünk, és akkor ezeket tudjuk használni. Kilépés a főmenübe. Oké. Nagyon jó, még mindig azt mondom, hogy nagyon jó a Witcher. Nagyon tetszik. Az, hogy tényleg a hibákat észreveszem, azt még minden játékban észreveszem. Na mindegy. És ezáltal a Witcher az Witcher. No, ennyi. És lehet, hogy már legközelebb megnézik azt a nehézségi szint beállítást. Sőt, lehet, hogy még már most átállítom. Ja, az nem... Azt kint nem tudom megcsinálni majd a játék alatt. Oké? Tehát a játék alatt tudom már megcsinálni, mert én reménykedem abban, hogy nekem úgy tényleg úgy tűnik logikusnak, hogy ha nehezebb szintet lépek, akkor pont, hogy harc alatt nem tudok enni, inni, fecskét használni mondjuk, ugye, ami életerő növelő. Viszont harc után meg hagyj meditáljak meg, és akkor növekedjen vissza az életerőm, és nem pont fordítva, tehát ez nekem logikátlan. Na mindegy, tehát azt azért ki fogom próbálni, mert hát ha valami csak valami félrefordítás történt, vagy én nem tudom.
Nekem az úgy jobb lenne. Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet, Zazóka voltam, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!